Üdvözlöm az arcképmás nézőit, Fornosi D. Júlia vagyok. Ma ismét egy mesebeli helyre, 600-800 méteres hegyek közé, a Supurka folyó kanyargós partjára, Gyertyánligetre várom Önöket. Felkeressük Macsek Szidóniát, aki a Páduai Szent Antal Karitász vezetője, és 66 évesen döntött úgy, hogy újra iskolapadba ül, hogy teológiát tanuljon. Ma, 83 évesen, aktív résztvevője a gyertyánligeti közösségi életnek. Ismerjük meg közösen! Csokolom! Szervusz! Ez a családi ház a Szidi néninek? Igen, ez a szülők itt laktak. 53-ban kezdték építeni, és 55-ben vagy hogy ide jöttek lakni. Itt tetszett felnőni ebben az utcában? Igen, ebben az utcában, aztán már mikor férhez mentem, volt a saját lakást, építettünk, de sajnos ottan a víz miatt el kellett menjünk, mert földcsúszomlás volt minden, ez egy hegy mellett volt a házunk, közben a szüleim már meghaltak, és ezt a házat az állam aztán megvette. Cserébe az árvíz. Cserébe, ahogy az árvíz tönkretett. Igen. És milyen volt a gyerekkor a Szidi nének? Mesél nekem egy picit róla. Milyen itt Gyertyánligeten ebben a mesés környezetben felnőni, mert akárhova néz az ember, hát, gyönyörű hegyeket lát. Mit mondjak? Én azt mondhatom, hogy elég jó volt a gyerekkorom. Első osztályba elmentem magyar iskolába, az volt 44-45-re, és aztán bejöttek az oroszok, és akkor visszakezdtem újból első osztályt ukránba. Oroszba. Igen, mert nem volt már magyar iskola nálunk. 10 osztályt bevégeztem, bementem a gyárba, és ott dolgoztam. Nekem nagyon tetszett az a munka, és azelőtt volt így az irodában, és egy kicsit dolgoztam egy pár évet, és aztán ezt a raktárt megkaptam, és ott aztán már egész nyugdíjig dolgoztam. És említette, hogy öten? Igen, öten lánytestvérek voltunk, de sajnos már csak ketten vagyunk. Vidám lehetett az élet öt lányjal. Szülei mivel foglalkoztak? Anyám otthon volt, ő nem dolgozott, de gazdálkodott, volt tehén, sertés, ilyen otthon ilyesmit tartottunk. Apám meg gépész volt, gépész Csehországban, ő tanult még csehek alatt, és akkor voltak itt nálunk ilyen gőzgépek, és ő ottan amellett a gépek mellett dolgozott. És szabad volt az erdőben csatangolni? Hát lehetett menni, jártunk, hogy gyümölcsöt szedni, szedret, málnát, gombát. Lehetett menni. Na, például csak ott volt nagyon korlátozva, ahol ültették a friss csemetéket. Ott már nem volt szabad egy időig, meddig az meg nem nőnek, vagy megerősödnek, vagy 3-4 évet ottan. De a nagyobb erdőkben az szabad volt, ott nem. Nem volt szülői féltés, hogy egyedül nem mehettek az erdőbe? Ma már kicsit túlféltjük a gyerekeinket. Egyedül sose jártunk, de gyerekekkel mentünk. Mindig. Nem tévedtek el sosem? Nem, soha. Soha nem tévedtünk el nagyon. Lehet, hogy amiért itt nőttünk fel, kiskortól kezdtem, hát már ugye 7-8 éves én már az erdőt jártam. Nagyon szerettem. Tudná, vagy tudta volna képzelni máshol az életét? Nem. Én nagyon sokan már tőlem meg is kérdezték, hogy mennék-e magyarba, hogy tudnék én ott lakni? Mondom, igen, 3-4 napot tudok ott lenni, többet nem. Én csak hazavágyok. Én az én falumat, mondom, nem hagyom. A hegyeket nem tudok nélkülük élni.
És aztán férhez ment közben? Igen, férhez mentem a család, ugye két gyermekem lett, egy fiam, egy lányom van, és akkor ők, tanítottam őket, ők is kitanultak. Végén akkor lányom férhez ment, a fiam megnősült, és vannak unokák, ugye, négy unoka és négy dédunoka is van. De akkor, ha jól értem, mindannyian Kárpátalján, illetve Ukrajnában maradtak, tehát, hogy nem... Itt maradtunk mind, egyedül egy unokám, ami Csernovciban lakik. Nagyon sajnálom, hogy olyan messzi van, az az első unoka. És ön szerint minek köszönhető az, hogy itt maradt a család? Tehát, hogy a gyermeke is. Hát... Így nevelte őket, vagy... Volt itt ez a gyár, itt nagyon jó munkahely volt. Volt a fiamnak is jó munkája, a lányomnak is, az unokáim is. És Szidi néni mindig ilyen nagy közösségi ember volt? Hát szerette a közösséget? Voltam klubvezető, és ott is közösségbe ugye kellett azt csinálni, mert azután mentem, aztán azt a raktárt vettem át. Sokszor így megforrogtam, ilyen munkám volt. Mindig szerettem szerepelni, énekelni, táncolni, ilyen dolgokat, ezt nagyon szerettem. És volt itt rá lehetőség? Volt itt, nagyon jól ment régenben, nagyon. Mikor a gyár volt, hát olyan egy jó zene volt, magyar zene, meg volt minden, táncok voltak mindig, szerepeltünk állandóan. Mennyire változott meg a Gyertyán-ligeti magyar és nagyon... Hogy mondjam, arány. Most már nagyon kevesen vagyunk. A fiatalok azok, ha elmennek, az van, hogy vissza se jönnek. Szóval csökken minden, egy szóval mondani. Arról tessék nekem mesélni, hogy elment nyugdíjba, és utána döntött úgy, hogy akkor még tanul. És 66 évesen ült be újra az iskolapadba. Igen. Az hogyan? Egyházi teológiát végeztem el. Hát de azt mondták, hogy ha akarnék menni, hogy lehet menni. Hát mondom, menjek, megpróbálom. És ment. Na, nem olyan könnyen ment, az biztos, mert vannak már tárgyak, ilyen korban nem olyan. De azért be tudtam végezni. Úgyhogy én elmentem 92-ben nyugdíjba, és már 97-ben kezdtem a Caritas munkát. Hát, na mennyit, 5 évet voltam otthon. Ennyi volt az én nyugdíjban. Az alatt mit csinált az alatt az 5 év alatt? Hát, mit csináltam? Jártam az erdőt nyáron. Gombázott. Aztán elfogyott a gomba, és elkezdett tanulni. Itt Romániából volt egy atya, és azt mondja, én úgy választottunk, hogy jó volna, ha Szidi néni átvállalna a Caritas munkát. Én úgy ránézek, addig nem is hallottam, mondom, azt se tudom, hogy mi az. Hát majd meg tetszik tudni, de mink akarjuk. Hát mondom a férjemnek, mondom, most mit csináljak? Hát az, ahogy gondolsz. Na de mondom, számíts arra, hogy ha el kell ezt utazzak, vagy ki tudja, hogy miféle munka, mondom, én nem tudom. Csak mindenre kell számítsunk. Na, megoldjuk valahogy, azt mondja, ha van kedved, erígy. Na jó, mondom, megpróbálom, mert az atya már harmadszor jött hozzám haza. Mondom, akkor jó, vállalom. Hát, úgyhogy még máma is ott vagyok. És azóta elég sok minden épült, szépült és fejlődött. És mindjárt megnézzük minden. Is, hogy igen. Mi jó, sétáljunk jó. Fel oda. Jó. Viseli az ember a környezetének a változását. Elsétálunk olyan épületek mellett, ami a Szidi néni gyerekkorának presztízs épületei voltak. Hát igen,
szép volt. Ez az unokám, és a kis dédunoka. Jaj, a dédunoka. Itt van. Szia! Jó napot! Te vagy? Ez a fiam. Gondoltam, hogy a férje, meg a fiam. Nem látom jól. Szia, drága! Yeah. Na, szervusztok! Vittank! Így könnyű elviselni az idő múlását, hogy vannak dédunokák körben, de hogy mégis, hogy minden változik. Én nem tudom, nekem nincs nagyon olyan időm, hogy mindenen elgondolkozok. Eljönnek a gyerekek, az unokák, elszorakozok velük. Nagyon szeretem, mikor eljönnek. Aha. Mert mondjuk a saját gyermekünkkel, én nem tudom, hát nagyon szeretem én is őket is minden. De valahogy úgy látszik, nem tudtunk annyit foglalkozni velük. Mert dolgoztam otthon, hogy sort állatokat is tartottam minden. Na, el voltam foglalva. És most már egy kicsit azért hazamenjek már, hát nem tudok mit csinálni, akkor már eljönnek, akkor ezekkel jobban tudok szórakozni. Eltetszett vállalni a Gyertyánligeti Páduai Szent Antal Karitász vezetését, de akkor a megalakulástól már Szidi néni vezette a karitászt, ugye? Igen. És mik voltak az első nagyobb feladatok, amiket véghez kellett vinni? Az első feladatok az nekem az óvoda volt. Legelőször megkaptuk az óvodát, ugye az állam azelőtt elvette, utána jártam, mert az óvoda az egyházi volt. Maga az épület? Az épület maga, és aztán Beregszázba elmentem az archívba, és akkor ott megtalálták, sikerült megkapni az iratot, ami bizonyította, hogy az óvoda az egyházi, és akkor visszakaptuk. Nagyon rossz állapotban volt az épület, úgyhogy egyszer kellett az épületet rendbe hozni. Az osztrákok, a németek Magyarországról jöttek a segítségek, amit kaptam, és így aztán átépítettük, rendbe hoztuk az óvodát is, így aztán 2001-ben megnyitottunk, hogy legyen magyar óvoda. Na, addig nem volt. Volt nekünk 28 gyerek, mikor kezdtünk. Te mellett van állami óvoda is még így. És van állami, két állami óvoda van, még ezen kívül. De mikor mi kezdtünk, akkor itten, mivel óvoda volt, akkor az állam belé ment abba, hogy én fogom vinni a javítást, az állam fogja adni a fizetést a személyzetnek. Ment is ez szépen egy pár évet, és 2005-ben azt hiszem az úgy történt, hogy nem kapnak a magyarok személyzet fizetést. Mondom, ez mi? Miért? Hát nem tudom, valami akadály, valami van. Hát biztos megkapják. Na, hát elment egy hónap, két hónap, végén már a negyedik hónap jött. Hát ha ide hallgassatok, az embereknek kell élni valamivel, hol a fizetés? Hát akkor azt mondták, csak úgy fognak fizetni a személyzetnek, hogyha én átadom az államnak az óvodát. Már felújítva. Hát mondom, ebből nem lesz semmi, mert én nagyon nehezen ezt visszakaptam, és volt az államnél, és olyan óvodát kaptunk vissza, hogy már egyáltalán nem lehetett belépni, hogy süppett minden. Hát, ha nem adom, akkor nem fizetik. Hát jó van, akkor nem fizetik, akkor nem kell, hogy fizessék, mondom. Mivel 4 hónapot nem fizettek ki, aztán az munkások beperelték. Ugye egy évig folyt a per, de aztán végén csak én nyertem meg a pert. Úgyhogy ki kellett fizessék szépen, és akkor
Az ukrán csoportot elvették, és átmentek egy másik helyiségbe, amit a szomszédban most van, és csak megmaradtak a magyarok. Mai napig is így vagyunk, és kapom a segítséget a munkácsi karitászokon, már kötöttek, ők már szerződéseket kezdték már ugye rendesen fizetni a munkásokat, és így aztán megalakult rendesen a rend. Mostan mi van a Magyarország adja. Hát csak ha én elmenjek magyarba is, nagyon sok az ismerős, hát mindegyik kérdi, megy az óvoda, mondom, persze, hogy megy. Na akkor adok én ennyit, én adok egy 5000-et, az ad egy 2000-et. Ki, mikor, mennyi, mindig, na ez az óvodára, ez az óvodára, na, mondom, nagyon szépen köszönöm nektek is. Így vannak mindig valami segítségek. Így működünk. De úgy tűnik, semmi nem töri meg a Szili néni lelkesedését, mert belekezdett tovább, és tovább fejleszt folyamatosan. Aztán jött a következő nagy projekt. Igen, a Magyar Ház, azt bevégeztem. Most meg egy Karitász ház, aztán belékeztem, ami remélem, hogy talán új évig azt is bevégzem. Erre nagy szükség volt, mert sajnos nekünk nem volt hol összejön erre a közösségházra, mert nem tudtunk sehol találkozni, vagy valamit csinálni, gyerekeket is tanítani, bár iskolásokat mi, hát nagy szükség volt. Ingyen konyha és arak is kelethely. Hát így jött ez az ötlet, és hála jó Istennek sikerült ezt felépíteni és beindítani. És aztán jött a Karitász ház megint, mert az sincs nekünk hol lenni. A Karitász, valamint jönnek, ugye valami ruhanemű, hol egy garázsba adtam ki, hol valahol a templom mellett ott, ami van a plébánia, ott van egy garázs, azt megkaptam. Hát a garázsban azért nem lehet úgy mozogni és az embereknek ott kiadni. Hát úgy jöttem megint, hogy akkor építek megint egy karitás házat, ahol fogok tudni ezeket kiadni. És hogyan tud mindent megvalósítani? Tehát megy, tervez, mondja, csinálja, ellenőriz. A fiam, ami szintén ebben sokat segít, ebbe az építkezésbe. Én csak nézem, hogy a pénzt tudjam kikeríteni neki. Ő aztán már tovább ő szervezi a munkát, és az építkezését azt rábíztam, és ő avval foglalkozik. És én már csak menjek itt-ott, ahol tudok valamit, hogy legyen miből azt ott megcsinálni. Hát, és összejönt mindig, hála jó Istennek, sikerült még eddig. De hogy tetszik csinálni? Árulja már, hogy ez a fiatalokat megszégyenítő. Most olyan kedvesen tetszik itt ülni, mintha csak így üldögélne itt, és szépen el lenne, holott közben folyamatos jövés, menés van, és ebben a mostani járványügyi helyzetben is az a legszomorítóbb Szidi nénének, hogy hát, nem tud menni. Most nem tudok, igen, nagyon nehéz ez nekem. De azért próbálok telefonokon elérni, és ahogy tudok, na külföldre most nem tudok járni, sem magyarba, sehol így nem menjek, mert nem merek, ezért a járványért. Viszont ugye az nagyon problémás is ugye a határok. De hát telefonok vannak, és meg akkor így próbálok elérni, ha valamit kell, és megy valahogy. Meg eltervezem, és mindig valahogy azért sikerül aztat megmódosítani. Igazából a nagyobb, úgymond közösségi életben, a nagy dolgokban már a nyugdíjaztatása után kezdett bele. Honnan jön az energia? Hát, úgy látszik, a Jóisten adja nekem ezt az erőt, és a gondolatokat is, és nem tudok én ülni, én mindig mozgásban voltam, mindig dolgoztam sokat, rengeteget, általában fiatal koromban is, és valahogy én így lelem az életemet örömnek, hogy van, és tudok valamit csinálni. Nem vagyok megszokva, hogy üljek egyébként. És ha kész lesz a Karitász ház, akkor utána mit épít? Hát, még egyszer nincs tervem, mert egyszer ezt végezem be.
és azt már meglátjuk, hogy fog. Tehát mindig jönnek azért valami ötletek, remélem még valami, de egyszer még nem. Egyszer most ezt bevézem, és fogjuk látni már, hogy fog az működni. Meglátjuk, hogy az alakul tovább. Nagyon szép és hosszú, tevékeny életút áll Szidi néni mögött már most is. Mik azok a legemlékezetesebb pillanatok, amik megmaradnak? Csak hogy tudjak valakin segíteni, hogy nekem az a... Akkor örülök, akkor van nekem örven annak, hogy én valakin tudok segíteni. Ilyenkor jön elő az a nagy igazság, hogy adni jobb, mint kapni. Igen, én is ezt tudom, az biztos, hogy adni mindig jobb, az biztos. Bennem ez van, szeretek, hogy legyen, és valakinek örömet szerezek. Meddig, hogy nem tudom, csinálom, de jelenleg még ez megy. Hát ahogy elnézem Szidi nénit, még van benne vitalitás, és van benne még terv. Adja Isten, hogy jó sokáig legyen még terv is, és véghez is tudja vinni a terveit. Köszönjük szépen, hogy van. Én is köszönöm szépen. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel, mondta Teréz anya. Itt Gyertyán-ligeten minden adott, a nagy dolgok is, és a szeretet is. Mindannyian tanulhatunk Macsek Szidi nénitől, 83 évesen is, aktívan, tervekkel élni az életet. Várjuk Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!